cikkban, hogy ilyen létezik. Kurogatod a kövüves saci. Úgy, már úgy hiányoztál. Jessica. Oda kell kapirgálja. Kurva, hogy lenne katonaság, megtudná. Megdobálják egymás parasztal. Nem katonaság. Apa, nem áll. Prit. Az első. Jó, nagy hülyék vagy. Mi voltunk? Too much, bazd meg. Szevasztok, ez itt egy új induló kis podcast, vagy valamilyen kis műsor, Lackóval a Gastros Tricivel. És Pettyessel a Rock Trogerrel. Műsorunk címe Too Much lesz, hát a Too Much lesz. Miért ez a címe, Lackó? Az utóbbi időben rengeteg olyan dolog jön szembe velünk a különböző hírportálokon és videó megosztó oldalokon, ami mellett nem tudunk elmenni, mert számukra értelmezhetetlenek, tehát Too Much. És ezekről szeretnék majd véleményt mondani, mivel mindenhez is értünk. Hát az nem kifejezés. És hát bizony sok dolog van, ami nagyon nem tetszik nekünk, bassza a csőrünket, kiveri nálunk a biztosítékot és hasonló dolgok. Úgyhogy fölírtunk magunknak, fölvázoltunk pár olyan témát, ami szerintem megosztja az embereket, titeket is valószínű meg, azt majd írjátok meg kommentbe, lájkoljátok, stb. Fölírták ki nekem, mit kell, még nem is ott a szemvegem. Ja, meg azt mondja, hogy elmondtam, iratkozzatok fel. És olyan témákat hoztunk, mint említettem, ami... Tényleg túl más. Mondom is mindjárt az elsőt, azt még azért hozzátenném, hogy lehet, hogy némi összefüggést véltek felfedezni itt a díszlet, a mi díszletünk és a Muppet Show díszletei között, mert mi igazi boomerek vagyunk, ugye ezt nem titkoljuk. Dílfek. De ez nem igaz. De igaz, egyébként az szó. Tudod, van az a nagyon rossz mondás, amit mi is utáltunk hallgatni a szüleinktől, hogy bezzeg az én időmben. De azért szerintem nálunk is elhangzik ez majd néha, de azt gondolom, a mi korosztályunkban néha ez a gondolat felmerül, még ha nem is ejtjük ki a szánkon ezt a lejáratott mondatot, de azért van nálunk egy ilyen, hogy bezzeg a mi időnkben. Vannak dolgok, ami mi úgy gondoljuk legalábbis, hogy nálunk jobb volt, vagy másképp volt, talán élhetőbb volt egy kicsit, és szerintem rengeteg haragos fogunk szerezni ezzel a műsorral, de bízunk benne, hogy rengeteg követőt is, és rengeteg rajongót is elveszteni. Mert az a mai PC világ egy kicsit úgy nekünk már kicsit too much. Így van. Mivel én Tróger vagyok, Lackó, te még pedáns és rendes, te meg kiedzeteltél pár témát, úgyhogy mi az első mai témánk? Meg én el is tudom olvasni. De mondjuk az igazi ismertem szemben. Az első témánk olyan emberekről szól, akik nem a hagyományos módon házasodnak, elég érdekes módon. Az első mindjárt egy úriember, legalábbis, hát nem tudom, hogy úriember, önmagával házasodik. Ezt azzal indokolta, hogy nem talált magának párt, ezért ő most önt magát elvette. Feleségül vagy hozzáment. Saját magához. Férjül. Vagy nem tudom. Hát ez egyébként egy nagyon praktikus megoldás, mert gondolj csak bele például ezeket a családi ünnepeket, hogy mennyi spórol ezen. Tehát gyűrűt elég volt egyet venni. Érted? Saját ujjára húzta. Egyik héten ezen hordja, másik héten azon hordja. De azért, ha belegondolsz a mi kamaszkorunkra, azért gyakorlatilag mi saját magunkat vettük el annak idején, elég gyakran talán. Hát, számból vettem. Nem pont a számból, ott még nem volt lackó. Pont erre gondoltam, hogy ugye itt látszik ez a képen, hogy az esküvő, hogy elkezdődött a nász éjszaka. A fekete a feleségétől, drágám, remélem neked is jó volt. Hát ez, de hogy zajlik? Érted? Nem tudom, mennyire értem ezt körbe, Péter. Értem, hogy melyik családot hívtak meg az esküvőre mondjuk. Meghívtak a mennyasszony családját is, meg a vőlegény családját is. Hogy dobták össze a költségeket? Ugyanaz a család. Összevezes volna, na most szedd a sátorfádat, és takarodj el innen. És utána kibékülnek hazam, és hogy örül magának? Szia, drágám! Úgy hiányoztál. Ezeket nem tudom értelmezni, Beti. Na jó, de hát ez az ember, ez eleve fura. És nem az a baj, hogy most vannak persze ilyen bináris, meg ilyen emberek. Hogy éli az életét? Tehát mikor azt mondja, menj le a közérbe. Én nem megyek, menj le te. Ma megint a Tróger haverjaiddal vedelsz. Igen, vedelsz. És akkor az egyik kezében mondjuk sör van, a másikban meg koktél, érted? És akkor nem tudja eldönteni, hogy most melyiket így a hirtelen. És tudod, mi még nagyon jó ebben, hogy itt nincs anyós kérdés. Hát hogy ne lenne? Hát saját anyával. Egyik nap utálod az anyádat, a másikat meg szereted. Egyik nap a butert szeretem, és utálod a butert. Mert akkor ugye attól függ, melyik vagy éppen. Vagy tényleg nomra, egyébként volt egy zseniális film. A Steve Martin volt a főszereplő benne. Azt játszotta, hogy két személyisége van. Esküszöm neked, a manyus úgy játszott, nem tudom, mi volt a film címe, zseniális volt, hogy ő úgy mozgott, hogy ez az oldala mondjuk manyus volt, ez az oldala meg csaj. De nem volt bemaszkírozva,
olyan zseniálisan alakította, hogy, hogy nem emlékszem annak a filmnek a címre, de érdemes lenne megkeresni. Az zseniális volt. Steve Martin volt. Steve Martin, ha? Ő volt a főszereplő. No! Please, just do as I say! Mi a következő? Mivel házasodnak még Lackó? Petikém, szerelmes lett egy francia nő egy hullámvasútba. Hát azt megértem, mondjuk tudod, milyen drága. Miért fogta meg? Most nem arra gondolok, hogy így be vagy kötve, hogy azzal, de hogy leszel? Na most Peti, most egy kicsikét most kezdek ideges lenni. Hogy leszel egy hullámvasútba szerelmes? Mert az, hogy szeretsz hullámvasút, az egy dolog. De mit tudom, a húzókábel megtetszett, vagy melyik része? Hát sok hullámvasút van a világban, van, ami fejjel lefele is megy, például olyan is van. Van, ahol lehet sikítani. Lehet, hogy sikítás tetszett meg neki, és akkor ettől kap ő olyan impulzusokat. Ezt nem válaszoltam meg a kérdésemet, mert nem tudtam meggyőzni ezzel. Szerintem saját magát se tudná ebben meggyőzni ez a hölgy, vagy úr, vagy nem tudom mi volt ez a lény. Hogy lehet egy hullámvasútba bevenni? Talán a szép, egyébként vannak zseniális hullámvasútok. Dubajban van az a Ferrari hullámvasút, meg vannak, nagyon szépek vannak. Lehet, hogy csak anyagi érdekből. Tehát sok olyat ismerünk, aki mondjuk egy idősebb úrhoz hozzám, egy idősebb hölgyhöz, mert lát benne némi anyagi előnyt, és de lehet, hogy a hullámvasutat szeretné. A hullámvasut az milyen nemű? Transztestikulás? És ezt nem tudom. Hát ez változó, változó. De valaki az Eiffel toronyba házasodott össze. Fel is vette a nevét. Eiffelnek hívják? Eiffel Gyulán, én nem tudom. De az a konkrétan Gyulán. Nem tudom a nevét, de a nevét is felvette, tehát ő ezt komolyan gondolta. De azért legalább eljut a csúcsra. Ha fölmegy a toronyba, akkor elég gyakran eljut a csúcsra. Legalább az elfenytorony, az legalább szép. Hát legalább szép. És most kiderült, hogy a Eiffel-torony az hívnemű, mert ugye ez egy nő volt. Ez egy nő volt, aki igen, hozzám. Mert az Eiffel-torony a férje. Akkor jól mondtam, Eiffel Gyuláné. Eiffel Gyuláné. Eiffel Gyuláné lehet. Ronybaba? Ronybaba. Hát figyelj, sokan játszanak babákkal, ilyen felfújatos babával is, hogy ronybabával mit lehet. Az enyémet tegnap kellett elvinnem gumishoz beleeresztett. Mondjuk az nem rongy, hanem gumi. Hú, emlékszem egyszer tőletek, az egyik szülinapomra kaptam egy ilyen felfújhatós nőt. És az volt a szülinapi ajándék, és hát egy darabig ott volt a szobámba, és így ült. Jessica-nak hívtunk, mert ez volt a borítójára rá, az acskójára. Tudom, ez én Jessica. És ott ült a fotelba velem szembe a gyerekszoba. Hát akkor már ilyen ifjúsági szoba volt, és egyszer bejött anyám, és kérdezte, hogy mit csinál? Sikít? Mondom, nem, szopi. És akkor anyám nagyon elkerekedett a arca. Arra emlékszem, mert azt én vettem meg, és ez nagyon régen volt, tényleg a 90-es évek legelején, vagy a 80-es évek végén, és akkor talán még egy sex shop volt itt Budapesten, és azért nem volt annyira megszokott. Na mindegy, csak én mentem be, és akkor így, hello, figyelj. Jessica! Jessica, és én vásároltam meg. És nem tudom, emlékszel arra, hogy akkor talán a második, harmadik koncertünk volt a Posher Műveledési Házban, és akkor volt itt AC/DC, a Monsters of Rockman, és ott felhúzták a Rose-it, ugye az egy prostituált volt, az eredeti hatalmasba, és akkor természetesen mi is megcsináltunk, fölhúztuk itt Csigába a Jessica-t, nekünk ő volt a Rose, és így úgy, de várjál, utána ezt a Lőrinc Tibi a Stressz Együttes énekesek kölcsön kérte tőlem, és hát nem tudom, mit csinált vele a koncerten, de kipukkasztotta, úgyhogy Jessica ilyen állapotba került hozzám vissza, sajnos ő kukába végezte. Hazavitte szerintem a koncertet? Nem tudom, lehet, hogy kicsit kipróbálta, hogy mit bír a csaj. Na, úgyhogy ezek elég érdekes. Igen, jó, még van a macska, de az a tetérünk ki arra, mert ilyen filmeket láttam, valami vírus miatt bejöttek ilyenek nekem. Macska. Macskával házasodott, meg kecskével. Tudod, mit nem értek, amikor valaki kutyájára hagyományozza a vagyonát? De most mi a terve? Tehát a kutya hogy fogja elkölteni mondjuk azt a 100 000 dollárt, amit ráhagyott? Tehát ez sokkal drágább kutya eledeleket fog enni, vagy mit csinál? Elmegy kutya panzióba, és ott wellnessezik? Tehát hogy lehet valaki ennyire gyépés, adja oda, azt mondom, hogy kutya menhelynek, de magára a kutyára, vagy írja ki, hogy ezentúl tartsák nagyon jólétbe az én kutyámat. De az, hogy a kutyára hagyományozza, hát micsoda, nem is egyszer. Szaroszki nyakör, meg gyémánt izé, hát. Melyik művész, magyar művész volt, az, akit meghívtak Dubájba fellépni? Szerintem ezek lányok voltak. Nem. Sejtem, mire gondolsz, de nem. Ez valamilyen hangszeren játszott, vagy dúsgazdag. Azt én tudom. Akkor mondd el te, mert én kérlek most szépen, konkrétan... Volt. Fölhívtak, hogy Moszkvába kéne egy születésnapon zenélni, és 10 000 dollár lenne a gázsi. Hát, azt mondja, jó van, elvállalom. Elmentek, mondják neki, hogy kezdjen el szépen hegedülni, mert de hol az ünnepelt? Hát, mert mindjárt már keressük. És akkor
hol az ünnepet? Tessék csak nyugodtan belekezdeni is. Egyszer csak elkezdett hegedülni, meg volt terítve 200 főre, és egyszer csak bejött egy Bernát hegyi kutya, és mondták, hát ő az, mert is azért rendelték meg, mert az ő zenéjére mindig annyira megnyugszik a kutya, és a kutyának rendeztek egy 200 fős szülinapot, és a hegedült a színpadon. De van még ilyen sztori, mert elmeséljem? Tudom, melyik az. Akkor mondd el. Nem, de te jobban tudod, mert csak hát tőled hallottam. Az úgy volt, hogy egy angol házaspár kérte meg, hogy a Dubájban, a Burj Arab előtt hegedüljön ötször a West Side Story-t. Ott ült egy angol házaspár, gyertyafényes vacsora, mezitláb mentek a homokba, vitték a Stradivárit két testőrrel, már így cifrázta, úgy cifrázta, eljátszotta ötször, és azt kérdezte, hogy hogy hívják a megrendelőt, mondja egy a impresszáriónak, hogy hogy hívják megköszönni ezt a gálás meghívást. És akkor azt mondták, hogy nem kéne erőtetni a megköszönést. Miért? Mert süket. Na, úgyhogy nézzük, nem is lehet, hogy sok pénzed van, az nem hiszem, hogy ezer is van. Az biztos, lehet, hogy még hülye is lehetsz. Fú, ez nekem tényleg kiverte. Műlóval lovaglás. Nem tudom, láttad-e, hogy most, ez most konkrétan nem tudom, melyik országban van, de most az lett, és sportág is lett belőle, ilyen játékbolti lófejjel, söprűnyélen lovagolnak ilyen díjugrató pályán. Lába közé, ez mint a gyaloggalap, csak ott nem kocogtatja a tökét, hanem közte van a ló, és ugye hát úgy lép a lábával a nő, ugye, mint a ló, és úgy ugrat. Na most, hogyha valaki egyedül hülye, az nem baj, az a saját felelőssége, de ebből sportot csináltak. És esznek zabot is közben, nem tudom, de ez sportág. Én azt kívánom nekik. Egyébként én ezeket megfejtettem. Hogyha egyszerűen képtelen vagy erre, mert nincs hozzá tehetséged, akkor megoldod így. Mindig találhatóak olyan elmebetegek, akik ebben látnának fantáziát, és egyszerűen csinálnak sportágat. Én ezt lehet látni a videón. Ez engem így megdöbbent. És de komoly közössége van, tehát egyszerűen oda vesznek erre jegyet, befizetés, hogy nézik, ahogy... De lehet, hogy csak a seprőnyelet akarják a lábuk között érezni, és, mert egy kicsit olyan, akiket én láttam ilyen fotókon, hogy azért lehet, hogy van egy kis hiányuk, nem tudom, szóval... Egyébként arra lennék kíváncsi, hogy azok a svéd liberálisok, akik a Vidán Parkban a körhintáról le akarták vetetni a lovakat, mert az a lovak személyiségi jogait sértik, és hogy ne lássák ezt a gyerekek, mert a gyerekek azt fogják látni, hogy a lovak ki vannak zsákmányolva. Elmondjam, mi ez volt a gól, vagy megérts, de mert ez tényleg így volt. Tehát, ne legyen ló. Ne legyen ló a körhintán. Sárkány lehet. Mert ebből azt fogják látni, igen, sárkány lehet, azt fogják látni a gyerekek, hogy kizsákmányolják a lovakat, és ez valami borzasztó. Na most, és akkor ez most akkor mi? De érted ezt? Egyébként, Lackó, most jutott eszembe, hogy mi ezt már sokkal korábban feltaláltuk, ezt a sportágat. Annak idején, amikor volt a Sex Action paródiánk, akkor kitaláltuk, ugye akkor még a action, hogy ők western kalap, meg ilyen hosszú kabát, hogy nagyon nagy cowboyok. És emlékezz vissza, hogy úgy mentünk be a színpadra, hogy egy ilyen ló seprűre tudom, volt csinálva. Akkor nem volt technikusunk, és kurva ciki volt bevinni a Sanyit. Hogy a Sanyi az lónév, ugye tudjuk a bakterházót, a Sanyi az lónév, ott veszekedtünk rajta, hogy kivigye be a Sanyit a terembe. Kiárosan le magát a Sanyival. Nem vitte a Sanyit. Valaki gitárral, mert valaki Sanyival. Sanyi a ló. Tehát gyakorlatilag ebbe is megelőztük a korunkat, hogy mert sokkal korábban feltaláltuk, de mi csak egy számon keresztül viccből ültünk rá. Ugye ez, amiről én beszélnek neked, ugye ez a svédek, ugye a svédek azok nagyon megengedőek, mindenben nagyon elfogadóak. Most teljesen más téma, csak én néha ezt egy kicsit, ezt is nagyon nagy túlzásnak érzem, too much. Hogy például ugye ott van ez a Breivik, aki lemészárolt, nem tudom, 100 embert azon a szigeten, és ugye elítélték őt 20 évre, ugye ott az a maximális ítélet, és berakták egy ilyen 4 csillagos apartmanba, ott olyan börtönben van, és ez a tömeggyilkos fel volt háborodva azon, hogy nem elég nagy a tévé, nem 8K-s, hanem 4K-s, hogy az Xbox, miért nincs 5G-s wifi, mert nem jön le a Call of Duty 5, és ez egy dolog, hogy ezeket most így kérte, és ezeket megadták neki. Tehát tulajdonképpen ő most egy börtönbüntetését tölti, egy 4 csillagos apartmanban, hogy nem mehet ki a szobából, mint a Covid lenne. Most a szívem szerint, ugye most azért fogunk kapni,
Én azt a seprűgyenet főzöm. Éjszaka krumplis verem, ott aludjál, egy nap, de sóbánya, és egyed a magyar menzai kosztot. Az elég nagy büntetés. Hát, de érted? Tehát én ezt nem látom. Mert ők, biztos, hogy vannak valami más törvények vannak Svédországban, mások a jogszabályok, de én azt gondolom, hogy ott tényleg elvetik a súlyukot egy bizonyos irányba, hogy már mindent, azért, most egy tömeggyilkos, hát nem hogy 4G-s tévét, meg nem tudom miért, hát semmit, seprűnyelet. És az a baj, hogy ezt elfogadják az érvelésre, és megkapta. Szerintem nem fogadják el egyébként, hanem rosszak a törvények. Lehet, hogy az emberek 90%-a nem ért egyet, sőt valószínűleg talán még a svédek sem. Mindig van egy-két hülye, aki mindent az emberek. De az egyébként az állatok jogainál is ez van, hogy már az állatoknak sokszor több jogot adnak, mint az embereknek. Mindenért felháborodnak, de a svédek azok tényleg túlmácsok ebben a szempontban. Spanyol vegán aktivisták csirkék jogai mellett kezdtek el tüntetni, mert hogy a csirke farmon, vagy akár otthon a kertben, kurvára nem egyezett abba bele, hogy a kakas nyakra faszra dugja őket, mit tudom én, esténként. Tehát nem egyezett bele. És ezért a csirkék jogai mellett tüntetnek a vegánok, hogy nem kérdezte meg a kakas a csirkét. Figyelj már, holnap egy kis izé. Kott. De ez hogy? És megkérdezi, vagy hogy? Lehet, hogy oda kell kapirgálja, hogy igen, mit tudom, két kapirgálás, hát, nem. Ezt ne viccelj, mert most ezen most... Ezen látom, felbasztom magad. Ezen most egy picit pipa vagyok. Hogy fordul meg a fejébe? Eleve a vegán. Menjünk bele. Most nagyon értem. Jó. Megint szereztünk pár aragost, mindegy. De tényleg, tehát hogy hogyan tudnák ezt kikérdezni a csirkéket? Hogyan lehetne meginterjúvolni őket, hogy... Eleve így csinálnak mindig. Tehát legyen a kakas megkérdezett, csak ezek így mindig így csinálnak, és azt igennek vélte a kakas, nem? Hátulról. De bocsánat, az állatok azok nem azért mennek, mint mi emberek, már te nem, de én, hogy azért, mert jó, hanem azért, mert szaporodni szeretnének, tojást akarnak csinálni, hogy nem legyen mit összetörni. Én tudom, én máshol közelítem, hogy amikor ilyet olvasok, azt hittem, hogy belekevertek, vagy nem hiszek a szememnek, van, hogy ilyen létezik. Nem lehet, hogy ez egy vicc? Nem. Nem? Vannak ilyen hülyék? Az a baj, nem vicc. Nagyon nem vicces, ezért szomorú vagyok egy kicsit. Következő. Idei év az ugye bővelkedik sporteseményekben, foci, EB, olimpia. Azért a szurkolói típusokra szeretnék egy kicsikét kitérni. Pár megfogalmazott a fejembe, ugye van a fanatik, a csőlátó, aki nem tűr semmiféle negatív véleményt a saját csapatáról. De minden jó neki. Minden jó, ha és ha valami rosszat mondasz, akkor már mehetsz a francba, ez a cső. És össze-vissza el. És még azok a szülők, akik a gyerekeik szégyelik, hogy az apjuk elmennek. Az apjuk ott van a meccsen, mert folyamatosan... A három éves gyerek, és úgy beszél... Úgy beszél, hogy én így ültem, én jártam a gyerekkel kosárlabda meccsekre, te is voltál, közös ismerősünket, tudod, kire gondolok? Jó, nagy hülyék vagytok, jó, elcsaltátok a meccset! Apa, nem áll! Tudod, és még jobban ellenük fújt a bíró. Jó, három hülye! És úgy égett a pofám, hogy soha többet nem megyek el vele meccse, mert nekem égett a pofám, és négyen voltunk, ahol elálltam, egy gyerekmeccs volt. Jó, egy nagy stadionban nem derül ki annyira, mert ott is ugyanez megy. De ha már meccs, akkor te jártál sokat meccsre, meg te nagy... Én nem vagyok nagy foci, figyelj, bozi. Igen, én nagyjából itt a több kategóriában, én nagyjából középen helyezkedem, úgy gondolom. Én ugye fociztam, és én szerettem a focit, mint sportot, de nincsenek úgymond kiemelten kedvenc se klubcsapataim, meg ugye a nemzetközi szinten sem, nyilván ugye a magyar válogatnak az ember szurka, de a bajnoki ligáját is rendszeresen nézem, de ott sincs kedvenc csapatom, egy ilyen középen ilyen lavírozó. De te focisztál valamikor? Hát én gyerekkoromban. De miért maradtál? És ez a zene dolog, az sem mindenkinek jobb. Az sem ment. Ahhoz se. Ahhoz se. És akkor vannak még a gumiszurkolók. Az a gumiszurkolók azok, aki... Amikor jön egy nagy csapat, Real Madrid vagy Brazília, akkor megveszik a nagy szurkoló elől, megveszik a jegyet, na ilyet sose csinálnék. Ilyenkor kérek ingyen. Én is ugyanazt akartam mondani. És akkor van a foci gyűlölő. Az a típus, aki a legszélsőségesebb, amikor őrül, ha kikap a magyar válogatott, aki annyira gyűlöl a focit, és van, ami egyel jobb, illetve hát az is ugyanilyen szar, na ugye megmondtam. Tehát ugye van egy jó korszaka mondjuk a magyar válogatottnak, és egyszer kikapnak, mert szerintem mindig győzni kell, ezek nem tudnak lófasz se, a Szoboszlai is nulla, és ugye, de egy héttel előtte, vagy egy évvel előtt, amikor ugye megvertük a világ nagy csapatait, akkor meg ő volt a legnagyobb szurkoló. Tehát ilyen kategóriák vannak. Egyébként a gumiszurkoló az olyan, mint a gumirocker. Igen.
Hát tudod ki a gumirok. Kakaórok. Aki a gumi, amikor a Living on a Prayer-t ismeri, meg a Highway to egyébként meg, egyébként meg Tegro diszkóba vereti. Igen. És ugyanúgy megveszi egyet a rockerek elől. Egyébként én lehet, hogy gumi vagyok, én nem vagyok egy nagy foci drukker, de hadd mutassam meg a relikviáimat. Ugye én kaptam nemzeti mezt még a 40-re, a Pettyeset még a 40-re, hát már nem ma volt. Ez a születésnapod? Ez a szüli napomra kaptam, ez barátaimtól, és ez pedig, ilyen neked is van, Lackó. Igen, neked. Ja, ez a király. Ez pedig a 25-ös mirigyre kaptuk, válogatott mez, és ebbe voltam már meccsen, azt hiszem pont mikor megnyílt az új stadion. Azért mondjuk el, a Király Gabitól kaptuk vele, ugye nagyon jó viszonytáborunk, elég régóta, sőt, olyannyira, hogy Szombathelyen alapított egy ilyen sporttelepet, egy sportklubot, foci akadémiát, és megkért minket, hogy csináljunk nekik oda egy foci indulót, és a Szombathelyi Tigrisek című eposzt megalkottuk. Mi írtuk? És azt mi írtuk. Úgyhogy vele nagyon jóban vagyunk, és ő is ott volt a koncertünk, és akkor ajándékba kaptunk tőle. Én a focival úgy vagyok egyébként, mint másik 463 sportággal, mindegyikbe szar vagyok, és mikor egyszer a barátaimmal fociztam, hát ilyen lábtenisz volt, akkor kaptam a Hagyó Péter nevet, ugyanis az első érintésem után a Balatonban volt a labda, és onnantól kezdve csak mondták, hagyd Pettyes majd én, hagyd majd én, nem, és csak 2 órán keresztül néztem, ott álltam a váló közelében, de mondták, hagyd majd én, tehát akkor lettem Hagyó Péter. Te Peti magát a Lesnek a fogalmatodnál nem tudom, mai napig nem értem, hogy miért fütyülnek olyankor. Hogy a Peti az annyira képben van a mai labdarúgásban, hogy szerintem még mindig játszik az Ebedli Zoli. Hát miért nem? Kellene pedig. 82 visszavonult, vagy pontosan nem tudom mikor, hát de nem játszik már. Úgyhogy a Peti szerint a labdar, a foci az arról szól, hogy elmegy, beadja belőle. Bepasszolja belőle gól. Elmegy, beadja belőle gól. Mit kell bonyolítani ennyire? Na most a szurkolókra visszatérve. Kicsit néha elvetik a súlykot. Én tényleg nem tudom megérteni. Emlékszel, együtt voltunk Ausztráliába egy ausztrál foci meccsen. Így, ahogy mi ülünk, itt ült a fekete pólós, meg a sárga pólós szurkoló, megkínálták egymást csokival, vagy sörrel, nem anyázták egymást, meg verték össze egymást a meccsek végén, előtt helyett. Úgyhogy én azt nem tudom, hogy miért nem lehet ezt, és akkor mindig megy ez a nagy tombolás és dzsungáskodás. Szóval miért nem lehet ezt az egész szurkolást? És érdekes, hogy a fociban ez talán hatványozottan, mert például a kézilabdánál nincs ez annyira, vagy a vízilabdánál, tehát nem ölik meg egymást a szurkolók. Én mondjuk például nem láttam még olyat, hogy a vívó ultrák. Sok ultrák. Megdobálják egymást paraszttal. De egyébként ez tényleg a foci szurkolói jellemző, megy az egész Európában, sőt, ugye Dél-Amerikában is életveszélyesen megy. Ott képesek rálőni az ellenfél szurkolói buszára, tehát ilyen rendszeresen olvasni lehetett látni, volt ilyen sorozat valamelyik csatornán, futballhuligánok, azért elképesztő dolgokat lehetett látni. Ez nekem nem tetszik egyébként ebbe. Még egy téma a focival kapcsolatban, ami elképesztő pénzeket keresnek a focisták, és elképesztő pénzekért adják, veszik őket a klubok. De azt ők megkapják? Abból kapnak részesedést. De a klubot csak fizetik ki? Hát ugye ott megveszik a játékost, mit tudom én, most már olyan szélsőséges összeg van, hogy nem, mert 200 millió dollár vagy euró, nem tudom mennyi, milyen pénz nem ér, vették meg. És elképesztő pénzeket keresek. Emlékszem, 15-20 évvel ezelőtt az volt a szenzációs hír, hogy a Francesco Totti a Rómában 100 ezer euró volt neki a heti fizetése. Most ez ilyen 400-450 ezer euró a heti fizetés, ugye a top játékosokról beszélünk. Ha jól tudom, a Szoboszlai Dominik is talán már 100-150 ezer eurót keres hetente. Tehát elképesztő fizetések. Ugye ezt most beszélünk ugye a nyugat-európai top játékosokról, de azért a magyar bajnokságban is ugye több milliós fizetések vannak az NB1-ben. Ugye azért a magyar NB1 színvonal az nem olyan, mint a nemzetközi, és azért az emberek, főleg az átlag emberek szerintem joggal van. Nem úgy mondom, hogy joggal, fel vannak háborodva, hogy én 70 év alatt keresek annyit, mint ő. Oké, a rockzenészekkel is ugyanez van, csak nem annyira szembetűnő, mert azt mondja a néző, mennyit keres egy koncerten, egy óra alatt csak zenét, és már kapott 100 000 forintot, ő meg egy fél hónapig dolgozik érte. Nem nézik azt, hogy azért az a Szoboszlai azért az ekkora kora óta lemond mindenről, hogy egy úszó, aki az életét a vízbe tölti, már hártyák nőttek meg, ilyen szeme van érte, látom,
a víz alatt. Természetesen azt mondom, túl vannak fizetve erősen, de azért nagyon sok munka is áll, és lemondás. Én elsősorban nem is a top játékosok, vagy a top sportolókról gondolok, hanem inkább ami jobban kinyitja az emberek zsebébe a bicskát. Magyar bajnokságon focizol, vagy a labdarúgó, ahol ott is milliós fizetések vannak, az sokkal inkább csípi szerintem az emberek szemét. Ez is függ ugye a kommentelő típustól, mert ugye van, akinek a semmi nem jó, minden szar, minden gáz, és amikor mert, jogosan nyer mondjuk egy Cselaci, vagy Egerszegi Krisztina, vagy bárki, mondjuk egy úszó, egy olimpia aranyérmet, és annak minden 4 évente meghatározzák, hogy annak mi a díja, az meg 40 millió forint. És akkor, ahogy te is mondod, legyen ez akár egy koncert, gáz, akármi, akkor van az a kommentelő típus, aki ezen felháborodik, hogy ezért ő 50 évig dolgozik, csak éppen azt elfelejti, hogy ő nem azért a 100 méterért kapja 40 millió forint, az elmúlt 20 évért, plusz még, hogy ő a legjobb, baszki. Tehát, érted? Tehát ő a legjobb a világon, egyedül. Hát ő van ilyen legjobb hegesztő a világon, vagy nem? Vagy legjobb cipőfelsőrész készítő. Elképesztő. Nincs ilyen? Borzasztóan keres. Na milyen kommentelők vannak, Lackó, te milyeneket ismersz? De ez a fő háborgó, ami semmi nem jó. Ja, és a meg az álnéven írogató. Vannak a kommentelő típusok, ami most nem a sporták. Vannak azok a típusúak, akik csak gifekkel és képekkel reagálnak. Teljesen mindegy, milyen téma, akkor oda berak. Egy kurva szót nem szól. Tudod, mit nem értek, mikor van az, hogy 100 és egy felkiáltó, az mit jelent? Mert én tök hülye vagyok. Ezeket meg egy csomó... A szívecskét úgy értem. Csomó ilyen rövidítést dol, ezeket már tudom, de régen nem tudtam. És akkor vannak például az ilyen radikális kommentelők, mondjuk bűncselekményhez azonnal hátravinni, agyonlőni. Mindez ezt írják, meg mindenért akasztani akarnak. Ez a radikális kommentelő. De... Mondjuk én is írtam már olyat például Alekoszhoz, hogy én még a mentőbe is ütném. Hát tehát... Peti, de Peti, mert ehhez te értesz. Ehhez akkor én melyik vagyok, Lackó? Én a radikálisak közül picit van. Picit vagy a radikálisban, mindjárt nézem. De még tudnék sorolni neveket, csak nem akarok. Ja, van a nosztalgia király. Abban érzek magamban. Egy kicsit, mi boomerek ezt tudjuk. Igen, nosztalgia király, érzek magamban. Amikor tudod... Régen minden igen, amikor ami mai fiatal, kurva, lenne katonaság, megtudnák. Hát biztos. Öt kókekelni. Elmondom, ott lettem alkoholista laktanyába, loptam ki a sajtot meg a anyáméknak, mivel konyhán voltam, becsomagoltam 10 kiló gyulai kolbászt, és olyan éhesen mentek ki a melósok az építkezésre, ott, ahol te is voltál, te rohagy meg. Egy helyen voltam. Te nem voltál katona, de tudod, mi voltál? Én szakács. Te szépen bementél oda, és ott laktál másfél évig, te nem katona voltál, mert én körmenden kúsztam a mínusz 40 fokba, te meg basztad a rezet a konyhán. És loptad ki de a mákot, a diós tésztát közben, meg a VIP, mi hogy hívták, tiszti házakba felszolgáltál, és kurogatod a kömüves satit. Az igaz, de elmondom, mi volt. Az nem katonaság. 2000 ahol főre, kurogatsz, ott az nem katonaság. 2000 főre kellett. Nem katonaság. Beiglit csinálom karácsonyra, 2000 főre. Egész éjjel sütöttem a haverommal, már mindenhol beigli volt, hogy mindenkinek jusson egy szelet a karácsonyi bennmaradóknak. Bejött a Zico főtörzs, remélem már látjuk. Úgy hívták Zico főtörzs, emlékszel, hogy dagadott. Szerintem azt ismert. Bejött. Hát ez kevés lesz, írok még ki mákot. Na most az a mák, a soha nem érkezett meg a konyhára, egyből a Dacia csomagtartójába landolt, és Zico szerintem ment a piacra, és adta el sok ezer forintért. Ő tőle láttam, hogy néha el kell tulajdonítani ezt azt a laktanyába, hát most már ilyet nem lehet. Egyébként na. A katonasztorik az a lényeg, most nem kezdek bele, mert én is utálom, amikor más mondja. Leszerelés után ezek megszépülnek, de amikor ott vagy benne, akkor az nagyon nagy szívás. Végig kibasznak veled, és nincs egy jó pillanatot szinte, főleg amikor még fiatal vagy. Gumi. Amikor én voltam gumi. Én sem voltam az a izéknek. Hörök voltam. Komolytalan izé elmenni volt gumi. Na mindegy, de ez volt a nosztalgia, várj, vannak még itt érdekesek, magabiztos. Peti, ezek mi vagyunk. Azt mondod? Mindenhez is. Egyet mondja. Mindenhez is. Értünk, képen kommunikál. Bulvárgyűlölő, az megvan? Bárkiről írnak cikkeket, kritikát, akármi, vagy jó. Az egy senki. A jót. Igen. Ki az? Most mondjuk, hogy írjuk a Bad Pritről. Brad Pitt. Ki az a Brad Pitt? Ki a faszom az a Brad Pitt? Ez a bulvárgyűlölő. És ezzel az egy mondattal ő letudja a gondolatmenetét. Ennyi tud hozzátenni. És nem tudom ilyenkor, mi ezzel a cél, hogy vár erre valami reakciót, vagy nem de vár. Van olyan is, aki hogy könyvele ezt magába, hogy hú, bazmesszus, de jól megmondtam. Igen, valószínűleg, de van olyan is, aki vagy nem olvassa az előzőeket, és csak ugyanazt leírja, amit már 400-an leírtak. Igen. Vagy csak a főcímet olvassa el, és ugye nem nyitja meg a cikket. Igen. És az alapján ítél receptes. Az milyen a receptes? Te, az te vagy? A gasztrostici? Gasztrostici. Hát, ez nem én vagyok. Vicces teggelő, az én vagyok.
Én esküszöm, én a Facebookot arra használom, csak a baromságra. Én is próbáltam, nem de lebasztál. Én a múltkor hozzáírtam, de lebasztál, hogy ez szar. Nem. Hát mert szar volt, valószínűleg az. Én azt szerintem, amikor vannak, hogy nekem ilyen zárt a csoportom, és akkor barátaim tényleg olyan fontos dolgot akarnak, és akkor most kérem, humorherodok kiméljenek a vicces kommentektől, mert ez tényleg fontos dolog. Na, én vagyok az első, aki ezt áthágja. Semmi, csak jeleztem, hogy majd írják meg, hogy miért rólad a véleményüket. Kedves egyébként kíváncsiunk a véleményetekre ezzel kapcsolatban. Legyen. Plusz még, ha szembe jön veletek a hétköznapokon ilyen téma, akár YouTube-on, vagy az hírus, a hírfelületeken, vagy akár a Facebookon, ami kiveri nálatok a biztosítókat, too much, írjátok meg nekünk, és akkor megpróbálunk arra is reflektálni. Írjátok meg nekünk mai témáink közül, melyek voltak számotokra is too much-ok, vagy ami nálatok is kiverte a biztosítékot. Köszönjük szépen, ez volt ez a... Mi voltunk? Too much. Too much, bazd meg. Szóval ez volt a too much. Lockóval a gastrocicivek. Bazd, mi nem valami könnyebbet válasz? Nem tudom kimondani, hogy strici. De csak te nem tudod. Ja? Akkor mondd ki te. Pettyes a rocktroger. Szavaztok. Kommenteljetek, írjatok, válaszoljatok, hívjatok. És iratkozzatok fel. Ígyatok valamit az egészségünkre. Szavaztok.